A szaplányosi erdei laknál gyülekeztek azok, akik a futás mellett a természetvédelmét is a szívügyüknek érzik. Tavaly már volt egy ilyen kezdeményezésünk, és nagyon örültünk, a végén jól sikerült. Hát egyrészt mi hálásak vagyunk az erdőnek, mert sokat futunk a természetben, erdőmezőn keresztül. Hálásak vagyunk az alaerdőnek, mert támogat bennünket különböző módokon. Hát ez is egy ilyen támogatás, hogy igazából főznek ránk, mint édesanyáink, jól érezzük magunkat, és közben pedig megtisztítjuk a természetet, ahol szívesen futunk. A futók és az alaerdőzés ZRT munkatársai egyaránt azt tapasztalják, a város környéki erdőkben és a perem területeken szemetelnek a legtöbbet az emberek. Volt már rá példa, hogy futás közben én is összeszedtem egy-két dolgot, persze mindent nem tudok, hiszen nincs nálam hátizsák meg szatyor, hogy összegyűjtsek mindent, de sajnos találni az erdőben szemetet, flakont, sörös flakont, ásványvizes flakont, cigarettát, zsebkendőt. Tavaly több év alatt felhalmozódott szemetet gyűjtöttek az önkéntesek, ennek eredményeként idén sokkal kevesebbet találtak, de azért még így is jó pár zsák megtelt. Az akcióban több mint 500-an vettek részt, köztük számos kisgyerek. Csatlakozott Lubis Szilvia ultramaratonista is, hogy a nap végén a Kaszkád-hegységben szerzett versenyélményeiről meséljen. Például a versenyben nem volt ilyen rész, tényleg olyan helyeken futottam, amire iszonyúan vigyáznak, és ez szóba se jön, hogy ott mondjuk bármiféle hulladék legyen. De az nagyon jó, azt gondolom jó tendencia, hogy a futóversenyeket is most már azért egyre inkább próbálják zöldre varázsolni, és egyre kevesebb versenyen adnak műanyag poharat, hanem visszük a sajátot. A résztvevők nem csak szemetet szedtek, hanem az élményeket is gyűjtötték az őszi erdőn átvezető közösségi terepfutáson és az azt követő programokon.